Igazából ami itt történik, az annyi, hogy kapnak némi fényt és némi média lefedettséget eddig teljesen ismeretlen DK-s káderek, tehát pótolják a DK részéről azt az egyébként teljesen valós igényt az ellenzéki politikusok részéről, hogy a vezérkaron túl senki más nem ismerünk az ellenzéki pártokból, másrészt meg megpróbálnak a kormányképesség látszatában tündökölni, és megpróbálnak kormányképességet rajzolni oda, ahol egyébként nincs. Én szerintem a DK-nak vége. Belavidozták magukat egy olyan helyre, ahonnan csak veszíteni lehet. Ez el fog tartani egy darabig, egy, két, három ciklusig mennek a lejtmenetben, míg lemennek az 5% alá, vagy 1% alá, mint annak idején a kisgazdapárt, és akkor ez a történet véget ér. Úgy legyen, Laci, te hogy látod? Hát 5% alá nem nagy kunsz nekik lemenni, mert 6%-on állnak, tehát azért az a 1%, ami Gyurcsány is képes, hogy lemenjen. De, Gábor adott nekik időt. November 19. De az, hogy a DK-nak vége, az egy kicsit erős kijelentés. Azt hiszem, szerintem a többi ellenzéki, vagy baloldali, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket, pártnak. Árnyékpártnak. Tehát az árnyék árnyéka. Itt most ez azt jelenti, ez az árnyék kormány, tele van DK-ssal, ugye, és a DK árnyék kormánya, hogy az, a DK az egyetlen párt, amelyik valamilyen innovációt idézőjelben tudott ebben a helyzetben felmutatni. Mert az összes többi párt mit csinál? Semmit.